Igen, mert mondjuk el azt is azért, hogy ezek a motorok ugye úgy vannak tervezve, ennek igazán jól kéne működni 1000-es fordulaton, vagy 1500-as fordulaton is, meg jól kellene működni 5-6000-es fordulaton is. Tehát ki kell szolgálni a magyarul a bejutó levegő, meg üzemanyag mennyiséget, és ugyanolyan optimálisan kéne elégetni. Igen. De hát ezt tudjuk, hogy ez nem igaz. Tehát van a minden motornál, megvan ez az optimális fordulatszám, ahol tökéletes ez a keveredés. Tehát ahol az optimális fordulatszám, az optimális nyomaték, és az optimális fogyasztás is tulajdonképpen ezáltal. Igen, és ez nem ott van, ahol a nyomaték maximum, tehát azért ezt tegyük hozzá, meg ahol a teljesítményt ugye a lóerőben leadja a maximumát, mert ott azért már... Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy egyszerűen, mivel a gyertya az csak egy helyen gyújtja be, mondjuk a felső részén azt a keveréket, azt a gázkeveréket, ezért nem biztos, hogy a közepén, ami benne van a hengerben, ott is el tud égni. Tehát minél kevesebb az az üzemanyag keverék, ami benne van, annál jobban el tudja égetni nyilvánvalóan. Viszont annál nehezebben tud kiülni, vagy lassabban ürül ki, tehát ezért nem jó, nem mondhatjuk azt, hogy a legoptimálisabb, a legalacsonyabb fordulat. Ez jó viszont, ez a motor, ez azt veszem észre, hogy alulról is húz, tehát ez egy tényleg jó konstrukció, mert eddig dinamikus, főleg 1-es, 2-es, 3-asban, mint minden autó, azt tegyük hozzá, de azért ezen érezni lehet, hogy alulról is tényleg nyomatékos marad a motor. Ugye sok kommentet már előre látok, hogy ugye most meg fognak bennünket kövezni, ami azt mondtad, hogy nem kell száguldozni. Ugye ilyenkor mindig meg szoktak jelenni ezek a kommentelők, akik azt mondják, hogy pont mi vagyunk a veszélyesek, akik csak 120 meg 130-al megyünk. Egyesült Államokban értem egy jó darabig, ott az volt, hogy ugye egy eleve ugye nem lehet, még kevesebben lehet menni, tehát ott 65 mérföld, illetve 75 mérföld volt a maximális sebesség, viszont a kamionoknak is annyival lehetett menni. Tehát nem tartották fel a forgalmat annyira. Tehát igazából az észrevétlen dolog, hogy 80-90-nel mennek a kamionok, ez... Sőt, tegyük hozzá, hogy egy kamion az hamarabb megáll, mint egy személyautó, tehát sokkal jobb a fék rajta. És hogyha ő befékez előttünk, és nem tartjuk be a követési távolságot, akkor sokszor ugye felkenődik egy személyautó a kamionok hátuljára. Ami még szerintem reális, és ahol én például biztonságban érzem magam, az a 110-es tempó. Tehát onnan viszonylag, nem azt mondom, hogy meg lehet állni az autópályán, de le lehet lassítani már olyan sebességgel, hogy esetleg egy olyan sebességen történjen az ütközés, vagy bármi probléma, ami már túlélhető. Tehát egy 120-a belecsattam valamiben, amit még másik autó szembe jön velünk ugyanannyivel, azt egyszerűen lehetetlen túlélni. Ugye, ha már itt tartunk a biztonságnál, ez is egy nagyon érdekes dolog volt, pont egy amerikai embert kérdeztem erről, aki ütközésteszteket végeztek, hogy szerintem mi a legbiztonságosabb autó. Igen. És azt mondta, hogy legalább 2 méteres eleje legyen az autónak. Igen. Tehát az ütközési zóna az nem csak azt jelenti, hogy nagyon erős legyen, mint a Volvo-knál, hanem tényleg legyen egy erő elnyelő, egy energia elnyelő rész is. Mire nullára csökken a sebessége az autónak, addigra az energiát minél jobban, tehát az emberre ható energiát mindig jobban le kell csökkenteni. Igen. Tehát a testre ható energiát ugye mindig. Nagyon érdekes, mert én egyszer keveredtem ilyen szituációba, hogy frontálisan ütköztünk, viszont nem túl nagy sebessége, mi álltunk már szinte, a másik az 50-nel jött belénk, és nagyon érdekes érzés volt, hogy egy rugalmas, tehát nem így képzeli az ember az ütközést, hogy ilyen rugalmasnak tűnik az egész, hanem olyan püff van. Más, de minket is az ő fogott meg, annak ellenére, hogy álltunk már, egy parkolóba történt, abból figyelmetlen volt, aki nekünk jött szemben, az másik autó szarrá tört, tehát a miénk az megúszta, de tegyük is hozzá azt, hogy az nagyon-nagyon sok mindentől függ, hogy úsztuk meg az ilyen baleseteket, mert például nekünk pont a szemből érte az ütközés. Uh-huh. És az a legerősebb az autóknál, ezt tegyük azért hozzá. Az illető az kanyarodott, és az oldala, a sárvédőtől kezdve minden összetört a másik autónk. Úgyhogy ezen is nagyon-nagyon sok múlik, hogy hogyan történik az ütközés. Ugye azt biztos láttátok az ütközési tesztekben is, hogy általában ilyen féloldalasan történik ezek a tesztek. Tehát nem véletlen, általában így történnek ezek a balesetek is. Igen, ugye ez az autó is, ez a Chevrolet Tacoma. Éppen mondtad is, amikor a múltkor beleültél egy pillanatra, hogy milyen jó tágas belülről. Tehát ez szerintem nagyon-nagyon sokat számít egy autónál, hogy van hely, ahová mondjuk, hogyha roncsolódik a kaszni, akkor oda be tudja, tehát a kocsi szekrény, hogyha megsérül, nagyon nem mindegy, hogy milyen távolságok vannak. Továbbá ennél az autónál nagyon érdekes, hogy 8 szögletűek a nyúlának, ugye ezt is beszéltük, és magában a fülkében ott is körbe megy ez a 8 szögletű dolog, pont azért, hogy biztonságos legyen az autó, és ha már itt tartunk ugye az ütközéseknél, meg a biztonságnál, nagyon-nagyon fontos, hogy az autónk súlya milyen.
Tehát ez egy 1300 kg, 1400 kg menetkész súlyának az autónak, tehát minél nagyobb a tömege egy autónak, annál inkább megúsztuk ezeket a baleseteket. Hozzáteszem, ez attól is függ, hogy akivel ütközik az autó, az milyen tömegű. Tehát mindig a nagyobb tömegű fog jól járni. Ugye, ha már a motorokról beszéltünk, a gépészek mindig azt mondják, hogy minden egyes dolgot, legyen az villanymotor, legyen az benzinmotor, azt a kétharmadáig lehet terhelni. Infrahőmérővel, maghőmérővel mértem a különböző hőmérsékleteken, tehát kint 0 fok volt, kint mínusz 10 fok volt, 5 km után, 2 km után, 20 km után, és azt tapasztaltam, úgy képzeld el, hogy az olajhőmérséklet az kb. 15-20 km után éri el. Igen, ott. És az a vicc, hogy ilyenkor tekinthetjük üzemmelegnek a motort. Nem akkor, amikor a belső hőmérő a vízhőmérséket, hanem azt mutatja, hogy nem. Az olaj elérte a... Ugyanis a kenés a legfontosabb, na, és erre mondják utána a gépészmérnökök, hogy amikor elérte ugye az üzemhőmérsékletet, akkor utána akár üveggázon is terhelhető, de azért ezt én nem így fogalmaznám, hanem a kétharmad, tehát az vagy háromnegyed, kétharmad az, ami szerintem egészséges egy ilyen motornak. Bár na most azt hiszük, hogy ennek 7000-nél 6500-nál tilt le a motor, még én nem is tudom, volt-e volna autóm, mint én tiltásig mertem volna gázt adni neki, szerintem nincs is értelme, tehát ilyenkor van a legnagyobb veszély annak is, hogy ilyen nagy terhelésnél átugrik a vezérlés, vagy bármi történik a munkában. Ilyenkor hengerfejtőműtés kiég, ha már ugye... Ha már megette a hűtővíz. Ha már megette a hűtővíz, az egy utolsó rúgás. Igen, egyébként ez is érdekes, mert ugye én az egészségügyből jöttem, meg természetgyógyászattal is foglalkozom. Tehát én azt vallom, hogy ha valaki sportol is, akkor annyit kell sportolni, amennyi jó esik. Viszont a mozgásra meg szükség van. Igen. És szerintem ugyanez van az autóknál is, hogyha a garázsban áll, vagy csak a városban használjuk nagyon kevés, az jó, az is ártalmas az autónak, tönkre fog menni. Tehát egy ilyen optimális, ilyen éves 10.000 km, és minimum 15 km-eket járjunk vele, amikor be tud üzemhőmérsékletre melegedni, és ne használjuk tőgázon, tehát nekünk sem esne jó, hogyha folyamatosan sprintet kellene futni, ugye, miután kikeltenek bennünket az ágyból, akkor ezek is tovább fognak tartani. Igen. Tehát én mindig az arany középút, én azt próbálom megcélozni, és azt gondolom, hogy ennek van értelme. És meg kellene menteni ezeket az évjáratokat. Tehát oké, ez is már 2005-ös, tehát túl van az, amit mondtál, hogy a 2000-es, 2003-as évig készítettek jó vasakat, jó autókat. Hát igen, de ezt még mondhatjuk, mert maga a technológia, még ez az előzőt 20 évnek a technológiája, ami már igazából kiforrott technológia, uh-huh, ugye ebbe az állapotba. Az, hogy eddig elhúzták, én inkább arra mondom, ami az után készült dizájnok. Aha, tehát a tervezés már. A tervezések, aha, ugye az új tervezésűek. Tehát az most, hogy például nekem is egy, vagy van egy 2004-es, vagy akár egy 2002-es Volvo, az ami nekem is van a Volvo, ugye ez egy 91-ben megalkotott 850-es Volvónak a tulajdonképp a kiforrott, továbbfejlesztett változata. Ez ugyanaz, az Opel Kadettban indult el ez a motor, jó, hát akkor még 16 szelepes, inkább csak a GS-ikben volt, általában 8 szelepes motorok voltak. Ez még ennek ellenére, ugye, hogy ez az évjárat, ami éppen az 2006-osat mondtál? 2005-ös. 2005-ös. Ez még mindig az előző jó, az úgymond jó autókhoz tartozott. Most már nem szempont az, hogy tartós legyen egy autó. Igen. Nem szempont. Barátom Béla bácsi, Isten nyugosztalja, ő neki volt egy 124-es Mercedes-e, egy 2.5-ös szívómotorral, 800 ezer kilométerrel vette meg ezt az autót Milánóból, ugye, ami egy taxi volt. És aztán, amikor már én hozzám hozta Béla bácsi javítani, hogy Csabikám, nézd már meg, már nem annyira erős, mint amilyen volt, meg már egy kicsit többet is eszik, akkor már 1.200.000 kilométer volt az autóval. És akkor szétszedtem az autót, megnéztem a főtengelycsapágyat, ezt úgy kell elképzelni a főtengelycsapágyat, mintha most bontottam volna ki a csomagból. Aztán. 1.200.000 km után. A dugattyún nem volt átégés, tehát az a kokszorú, mint más autóknál. Az egész autón egy teljes hengerfelújítás kellett, a szelepekről a kokszot leszedni, ugye gyűrűt, gyár gyűrűket vettünk hozzá. Egyedül a gyűrű volt megkopva, 1.200.000 kilométernél a gyári, aki hozzáértő, az fogja érteni, amit beszélek. 1.200.000 kilométernél a hengerbe, falba a gyári hónolásnak a nyoma látszott, hogy egy kereszthónolás van azért, hogy ott álljon meg az olaj, és tudja kenni a dugattyút. Tulajdonképpen be kellett állítani alapra az adagolót, befecskendezők kellettek felújítva,
lement vissza ilyen hétre a fogyasztása, visszatért az erő az autóba, nem tudom. Tehát ilyen autókat ma már nem csinálnak. És ez azért szégyenletes, ugye, hogy a technológia halad, tehát egyre jobb autókat kellene, hogy gyártsanak, de ugye lassan már a Hold, nem hogy a Hold, már most lassan a Marsra küldünk ugye embereket, ezzel szemben ott tart az autós technika 2018-ban, hogy egy 20 millió forintos vagy 25 millió forintos BMW nem tud elmenni 200 000 km-t, mert rászakol a vezérműláncok. Tehát ez szégyenletes. Pont ez a gáz, hogy tényleg nem tudunk mit vásárolni. Tehát ha most ezt az autót én eladnám, akkor megint másfél hónapig vadásztam, és én napi szinten vadásztam, úgy képzeld el, hogy néztem az autókat. Debrecenben volt olyan nap, hogy egy egész napon keresztül, reggeltől, a nyitvatartási időtől zárásig, én végignéztem az összes autókereskedés összes autóját. És 1 millió forint alatt nem volt olyan autó, amiben egyáltalán gondolkoztam volna. Hát én is nálunk most, hogy ugye még egy gyermekkel több lett a családban, a Volvo-t én is el akartam adni, hogy majd ugye veszek valami mást, meg is hirdettem a Volvo-t, hívtak is jó páran, jöttek is volna nézni. Aztán levettem a hidet és egyszerűen rájöttem, ha ezt a Volvo-t én most eladom, én ehelyett nem fogok tudni olyan autót venni, amit ugye... Ami biztonsággal, azt mondhatnád, hogy üzemképes. Igen, ami üzembiztos, üzembiztos. Igen. Tehát jó, hogy szerelő vagyok, meg tudom csinálni, megjavítani, de ugye nem azzal akar az ember foglalkozni, még a szabad idejében, hogy saját autóit. Ez jó kaland volt 14 éves koromban. És Skoda, ugye mesélj már is egy picit, mert ugye pont ezt mondta, közben megadta magát itt a lámpa. Lemerült. Igen, szóval pont ezt akartam említeni én is, hogy ha én szerelni vágynék, akkor vennék megint egy Skoda 120-ast. Én is azt vennék egyébként egy Skodát. Figyelj, abban éreztem először abban az autóban, egy kis polszkink volt előtte, egy óriási előrelépés volt hozzá a 120-as, meg Lada is volt előtte. Nekem a Skoda 120-as a Ladához képest, meg a kis polszkihoz képest egy teljesen nyugati autónak tűnt. Igen, igen. Tehát komfortos volt felemenni. Igen, könnyedé. Igen. Hát volt, aki a Ladára esküdött, hogy jó, de tényleg, hogy egy Skodával átült az ember, azért egy finomabb. Igen, hát 100-al kellett venni. Én azt tapasztaltam, hogy 100-ig jó volt, nekem gázos volt, LPG-s, és figyelj, fillérekből jártam mindenhova. És tegyük hozzá, hogy én mindig jó minőségű olajat tettem bele, és utána már kellett hozzátenni egy pici finist, már emlékszem még rá. Igen, finis, igen. És gázos volt az autó, és úgy képzeld el, hogy 196 ezer kilométerrel adtam el, úgyhogy nem volt meggyűrűzve. Az jó. Meg nem volt persejezve, hogy ezt lehet persejezni. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy már akkor elkezdtem ezt a kíméletes vezetési stílust, és ez minden autónál ugye ez jelen volt. És amikor mondták, hogy 100 ezer kilométert, ha már elment egy 120-as, úgyhogy nem kellett hozzájönni, ez már nagy csoda volt. Igen. Tegyük azért hozzá, hogy ott volt az árnyoldal is, amiről pont beszélni akartam, hogyha mindig szerelni akarnék, akkor 120-as lennék. Mert az önindítója, hogy amikor meg volt már kopva a fogaskoszorú, én ezt 3 naponta persejeztem. Tehát az önindítóban ezt a kis rész bronzpersejtette. Ez már ilyen megszokott dolog volt, állandóan fellevegősödött a fékem, meg ilyen nyilvánságok nyilván voltak, de... Igen, annál volt olyan például, hogy amit említettél te is, hogy a kuplung munkahenger, ugye ott is egy hidraulikus kuplung volt már, tehát az igazából egy előrelépés, nem bovden. De igen, azt is mindig szereltem, igen. Így van. Féltengelyek törtek el, emlékszel? Az nekem is egyszerű, de a szerelés így volt. Mert én nekem előtte 2 nappal szerelt a szerelő, és szerintem nem húzta meg rendesen. Nem húzza meg, igen, akkor feszegeti. Tehát ha nincs meghúzva, mi úgy csináltuk ilyet, tulajdonképpen azt úgy kellett csinálni, volna csinálni, hogy magát a fék dob volt ugye az agy, akkor beletenni a féltengelyt csiszolóporral és összecsiszolni. Aha. Ugye a kúp felülete... Tökéletesen ugye, az illeszkedik. Így van. Igen, mert ott volt leszúrva ugye a menet előtt, és mindig ott tört el. Igen, azok szép korszak volt. Én egyébként hozzáteszem, beletettem egy 50 kilós cementes zsákot az elejébe, mondjuk könnyű volt az eleje, farmotoros, hátsó meghajtású autóról beszélünk, ha esetleg valakinek nem rémlenáz, vagy éppen nem volt még ebben a korban élen. Tehát iszonyat jól lehetett vele csapatni. Tehát azt a gázzal nagyon jól lehetett vele télen a hóban csúszkálni. Igen, és pont ezt hallottam egyébként, hogy te gyermekkorodban kezdted ezt az autószerelést, igen. Meg akkor csöppentél bele, hogy édesapád pont egy olyan szaki volt, aki szinte hangra megmondta, hogy mi a probléma az autóval, mert ebből is hiány van. Hány éves voltál te, amikor kezdted ezt a egészet? Hát a műhelyben szerintem 12 éves koromban kezdtem ott nála alkatrészmosással, és akkor azért jó, hogy az ember így kezdi el, tehát egy alkatrészt elkezd mosogatni, hogy az édesapja kezébe ad,
közben ő elmesél, hogy mi ez az alkatrész, és mit csinál az autóval. Uh-huh. És akkor, amikor már oda jutunk, hogy oda enged, hogy éppen egy autót generál, egy motor generál, tehát egy teljes felújítás, amiről beszélünk, akkor már látod, van fogalma, hogy na ez az alkatrész, hogy fog bemenni. Uh-huh. Ugye még 12 évesen annyira nem merte rábízni az, hogy szereli. Teszem hozzá, 14 évesen ugye ő nem szerette volna, hogy ilyen autószerelő legyek, tehát én karosszériásként végeztem a szakmát, tehát karosszériásként. 14 évesen ő már nekem vállalt munkákat, akkor már vett oxigénpalackot, és akkor már 14 évesen, amikor én már bekerültem karosszériás iskolába, én akkor már javában javítottam karosszéria. Tehát te már tudtad előre gyerekkorodban is, hogy igen, mivel fogsz. De nem a karosszéria fogott meg, igazából, hogy mondom neked, az autószerelésben maradtam továbbra is. Igen, és utána hány évet éltek itt az USA-ban? 10 évet. 10 évet, és ott a Volvo-nál szereltél. Volvo-nál, Mercedes-nél, egy Mercedes szervizben dolgoztam, aztán a Volvo-hoz jutottam, Volvo Saab, és aztán a saját műhelyemet nyitottam meg ott, az pedig Volvo Saab és Lexus autókat javítottam. Teszem hozzá, hogy Lexusokat, azokat úgy kell elképzelni, hogy én ott a műhelyemet 2003-ban nyitottam meg, tehát ilyen 92-es, 93-as, 94-es Lexusok voltak, amiket először javítani kellett. Azt a minden. Tehát 10 éves Lexushoz a olajcserén. Tehát ha tulajdonképpen a Lexus szervizet csinált volna valaki, abból nem ért volna meg, mert azokon nem volt mit javítani. Ez szerinted ma is így van még? Tehát ha még most veszünk egy Lexust, akkor már nem újra gondolok, hanem mondjuk egy épészet, amikor egy 2005-ös, 2006-os Lexust veszünk, akkor ott azért még ugyanúgy felmelhető ez a minőség? Ott szerintem még az a 2004, uh-huh. 2004, 2005 talán az. Onnantól kezdve szintén ugyanaz a... Entrópia, nevezik. Entrópia, jó. Oké, a szebb szó. Tehát ez a leépülés. Leépülés, igen. Igen, durva. Igen, ezt mondta Géza is, hogy ugye már gyerekkorotok kezdve ismeritek egymást, és 17 évesen te mentél át, ő 19 éves volt, és segítettél a Skodáját javítani. Igen. Tényleg egyébként neki az első autója egy Warszawa kombi volt, tehát nem tudom, aki fiatalabb nézőknek, ugye Warszawa az egy, ez a 40-es, 50-es években gyártott amerikai autóra hasonlító jármű, amivel tulajdonképpen egy zsukmotor zsukváltóval van szerelve. Tehát a látszat szép, de az érzés az nem ugyanaz. És ez a külön keleti kényelem nyugati izgalom. Igen. És a következő autója volt, az egy MB1000-es Skoda volt. Szerintem onnantól kezdődött neki, az édesanyjának a szerelme a Skodákkal. Onnantól kezdve Skoda. Nem, más is javított, de a Skodában volt specialista. Az egész ország területéből hozták hozzá egyébként a Skodát javítani, felújítani, úgyhogy... Igen, pont a Skoda az, amit már vakon szétszedtem. Tehát, igen. Tök egyszerű dolog volt. Jó, az a szervizírás, pont ott volt a gáztartályom, hogy ahol a kukonmunkáinket kellett szerelni, tehát az nem volt barátja. Legalábbis nekem nem volt barátom, meg nagyon rossz volt az öndítót is leszedni, tehát aj. De a legrosszabb élményem a kis porszkival volt. Tehát amikor én ezzel kimentem a 3-as főútra, az biztos, hogy a feszültség szabályzóhoz abban a mintomban megadta magát. És akkor hátra arc, és menni javítani. Tehát a dinamós volt még, én azt a rengeteg csavart hányszor szétszedtem, aztán mondta valaki, hogy nem kellett volna szétszedni, mert úgyis le lehet venni a dinamótról. Nem pontja szét. Igen, a burkolatok, igen, rengeteg. Ugye léghűtéses volt, és rengeteg lemezcsavart kiszétszedni, igen, az... Na, hát szépen elnosztalgiáztunk, és ezzel vissza is, oda is tértünk gyakorlatilag a nyugati autó és korszaknak a kezdetéhez, mert utána a 90-es évek után kezdtek lecserélődni ugye ezek az autók. De én tényleg mind a mai napig így vágyom egy Ladára, egy csapatos Ladára, meg egy Skoda 100-as, mert az szenzációs jó kis autók voltak. Igen. Nekem Mazda 3-as ülések voltak benne, mert az ülése a Skodának az valami minősítetetlen volt. Nekem is egy 100-as Skoda volt egyébként az első autóm, amit úgy vettünk meg, születésnapomra úgy kaptam, ugye, hogy a megyfa alatt lévő Skoda hengerfejek, Skoda hüvelyek, Skoda duhattyúkat visszavittük a mélybe. És emlékszem, hogy 15.000 forintért vettük azt az első Skodát. Azon ugye én a karosszériáját rendbe tettem, aztán édesapámmal építettünk bele egy motort, ami egy tuning motor volt.
Hát azt úgy mértük, hogy 175 volt a végsebesség, hogy egy barátomnak akkor volt egy, akkor új volt, egy Fiat Tipo, mivel digitális műszerfal volt, hanem még nagy ilyen zöld számokkal írta ki. És akkor 175 volt a végsebessége a 100-as korának. Azt nem sem. Tehát igazából a hegyen olyan gyorsan lehetett velem menni, hogy nem tudtam olyan gyorsan tekerni a kormányt, mint amilyen. Tehát borzasztó stabil autó volt egyébként, jó autó volt. Aztán nem sokkal később, aztán egy barátom kölcsönkérte, és sajnos nem ő hibájából, hanem valaki belement totál egy Lada teljes oldalba csapta, úgyhogy az totál kár lett. Na, hát azt gondolom, jó volt ez a kis nosztalgiázás, úgyhogy köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok. Azt gondolom, nagyon-nagyon sok hasznos információt fogunk még veletek megosztani így az autókkal kapcsolatban. Köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napotok, balesetmentes közlekedést kívánunk nektek. Sziasztok!